kerül menni a politikai és az államigazgatásban? Ez egy nagyon érdekes aspektus, amit mondasz, Feri, mert tényleg most, hogy ezt mondtad, így elgondoltam ezt a történetet. 12 éve kormány az a Viktor, az Orbán, Viktor, és a kis kábocs el. Szóval ez most így kiderült. Köszönöm, hogy hívtam. Nem, hanem, hogy valójában az a helyzet, hogy 12 év alatt gyakorlatilag felnőtt egy új generáció. Tehát ha belegondoltok, akkor a 12 évvel ezelőtt 18 éves fiatal, az ma 30. Igen. És egy 30 éves férfi, már mondható férfinak, az gyakorlatilag a NER-ben nő fel. Ebben szocializálódtak. A NER-ben szocializálódik, mármint az Orbánhoz közeli fiatalokról beszélek. És ebben a szocializációban pont az az érdekes, amit te mondasz, Feri, hogy már nem lát más, csak ezt. Ebben nőttek. Ez a természetes. A bűnöt is. Így éltek, így számukra. Élnek, és ez egy természetes folyamat. És azt gondolják, hogy meg szabad tenni. Tehát én azt hiszem, hogy ezek az emberek azt hiszik, hogy ezt szabad. Ezért meg szabad tenni, mert nem lesz következménye. Eltakarítani Orbánt és bűntársait. A B, az S a hatalomból. És a különböző monogramú emberek. Ez alap. Semmi, csak hogy bocsánat, hogy egy további kérdést azért ez felvet, hogy de akkor az, aki ez odament, a Senyei, vagy a Tatárk is, vagy az a Betty Fedő nevű főtanácsadó asszony, hogy senki nem mondta, hogy tényleg már ezt nem ár. Nem ár gyújtani. Ez a durva, hogy próbálták annak megfelelően egyengetni az útakat, ahogy ő akarta. Miféle morális, miféle kiválasztás lehet ebbe a körbe? Nem tudom, néztétek-e, itt a Rogán kabinetfőnökéről beszélek, Nagy Ádámról, ugye, akit egyrészt vizsgálatra segített a bukott végrehajtókkal, egyébként meg bevásárolt az állami vagyomból egy kicsit magának. Igen, kevés volt neki a milliós fizetés. Pályázaton hitelből? A hitelből, jól lehet tudni, hogy melyik bank. Én foglalkoztam banki kérdésekkel a Széchenyi kártya projektnél. Ha jött egy kezdő vállalkozó, megnéztük, jó, megkóstoltuk, és kapott 3 millió forintot. Ha visszafizette, kapott 5-öt, és a harmadik évben kapott 10-et. Az itt igen. Most egy több száz milliós ingatlanra kapott egy kezdő cég 19-ben jegyességbe ezt a céget. És még csak nem is jelzáló. És nincs jelzáló az ingatlanon. De amit akartam mondani... Amik ilyet még nem láttam. Ilyet még én sem láttam. De már remélem megnézik. De amit akartam mondani, hogy nőttek. Ez fel. A maffia. Ezt is olvashattátok. Ez a fiatal ember, a kabinetfőnök, aki nem feltétlenül mindig szabályszerűen vizsgázott a jogi tantárgyakból, már ült a Hungaroring ZRT igazgatóságában, már ül az Antenna Hungária igazgatóságában, és a Nemzeti Mobilfizetési ZRT felügyelőbizottság tagja. Ez 60 éves korban is egy szép életpálya lenne, mert ezek egyébként jól fizető helyek, csak úgy mondom, tehát nem 50 ezer forint a tiszteletdíj, nem is száll. És ez a 33 éves fiatalember nyilvánvalóan olyan szakmai előmenetele van, hogy erre mind alkalmas volt. És ezt, bocsáss meg, és ki delegálta oda? Hát természetesen a főnöke, a munkáltatója. Ó, de senkit nem hagynak az útszélen. Senki. Itt az útszélen voltak, a kastélyban voltak. Na, de azért egy picit azt érzem, hogy a beszélgetésre én elég dehonestáló kijelentéseket tettünk a mai 30-as 40-esekre. Jaj, én magaménak érzem ezt a generációt. Én is 30-as vagyok, akartam mondani, hogy egyelőre még nem vagyok milliárdos. Tehát valamit vagy rosszul csinálom, hogy ők nagyon jól csinálnak. Sőt, ugye azért azt említsük meg, hogy aki... hogy fogalmazok, tehát hogy nem a NER közvetlen közelében van, a közvéleménykutatások szerint épp a fiatalok azok, akik nagyon világosan látják ezt a tendenciát, és ugye tudjuk azt, hogy ha valaki minél fiatalabb, minél városiasabb környezetben nő föl, annál inkább ellenzéki szavazó. De ez hogy fordult meg? Azért ez egy érdekes pillanat volt, amikor egyébként én szerintem ez a netadós tüntetés után kezdett el átfordulni ez a történet. Azt mondják a nagyon okosok, hogy a fiatalok többsége általában baloldali, vagy afelé szocializálódik. A egyéb más országokban, tehát felvilágosult kultúrákban, meg mindenhol máshol. És azt gondolom, hogy amikor ez elkezdett a Fiatal Demokraták Szövetsége már nem tudni szólni, nagyon szépen elmondtam, ezekhez a fiatalokhoz, mert már észrevette, hogy nem tud oda kommunikálni, akkor elkezdte a baloldal stabil, egyébként évtizedeken át kialakított bástyáit lőni, mint például a nyugdíjasok. És sikerrel? És le is vette a kezét a fiatalokról a Fidesz. A Megafon központ, nem is tudom, hogy mennyit, 600 millió forintot költött az elmúlt időszakban csak a Megafon központ csak reklámra. De most meg bocsi, csak annyi, hogy most azért annyiban visszanyúltak ez a bázishoz, hogy a 25 év alattiak között még van olyan, aki nem emlékszik már arra, hogy a 18-tól 25-ig az csak 7 év, tehát nem biztos, hogy tud mindent a NER működésről, vagy nem is annyira érdeklődött még e felől a történet felől, akikben van egy újabb szavazói bázis, amit meg tud érinteni, de pont ahogy mondtad, Emily, hogy a
ez a 30 feletti, 30 pluszos, meg 28 pluszos korosztály, ezekben már nagyon nagy százalékban van ellenzéki fiatal, és már nem is nagyon tud bázist építeni Orbán ezen. Csak annyit tenni, hogy nagyon fontos, amit fölvetett, hogy mint én vagyok a legidősebb sajnos a társaság, hogy természetesen nem a fiatalok ellen irányozva a dolog. De akkor a te korosztályod, nekem ilyen korú gyerekeim vannak. A korosztályod mit gondol arról, hogy helyettes államtitkár lehet valaki például diploma nélkül az emmébe? Vagy mit gondol arról, hogy főpolgármester helyettes asszony volt 26 évesen az a hölgy, aki a kormány biztos 2014-ben főpolgármester. Orbán Viktor megmondja nekik, hogy mit gondoljanak róla. És még szülői támogatásra tudtok egy közepes egzisztenciát tenni, és dolgozni kell érte, és keményen, akkor ti, most nem az én irítségem, a korom miatt irítségem, ha valakinek irítnek kell lenni, vagy rossz szájízni, nektek kell, mert ti látjátok a legjobban, hogy nem vagytok egyenlő versenyek. 23 éves hölgyekről beszélünk. Most én nem merném vindikálni a jogot, hogy így a 30-asok általában mit gondolnak az emmiről, meg erről a helyzetről, de azért azt tudjuk, hogy olyan pár mit gondol az emmiről. Igen. Igen.